2020 tavaszától kezdődően a bíróságok működését is nagyban befolyásolta a COVID-19 világjárvány, emiatt jelentős változások történtek a bíróságok működésében is, mondta dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a mai sajtótájékoztatón. Elhangzott, hogy a járvány miatti szabályozások, korlátozások különösen az időszerűségi mutatókra voltak hatással. A tárgyalásokat mindkét évben több hónapig nem lehetett tartani a tömeges megbetegedések miatt. Az ügyek előrehaladásának elősegítése érdekében teret nyertek a távmeghallgatások. A pandémiának számos korlátozó hatása volt, és számos vonatkozásban korlátozó tényezőként jelentkezett, de ha van áldásos oldala a járványügyi helyzetnek, akkor mindenféleképpen az, hogy egy olyan digitális technikát teremtetett meg, és kényszerített a bíróságokra, aminek hosszabb távú hatása és gyümölcsöző hatása lesz. Sipos Balázs elmondta, hogy például a külföldön élő tanukat, vagy az amúgy is elfoglalt szakértőket nem kell a kihallgatás helyszínére idézni, hanem a távmeghallgatás igénybevételével tudja őket meghallgatni a bíróság. És igaz ez a megalapítás a fogvatartottak esetében is, a vádlottak esetében is, akik élhetnek ezzel a lehetőséggel, és a fogvatartás helyszínéről jelentkezhetnek. A törvényszék elnöke hozzátette, hogy az eljárásjogi törvény ebben az esetben is garanciát biztosít a tekintetben, hogy a védői jogok ne csorbuljanak, vagyis a védő és védence ellenőrzés és korlátozás nélkül kapcsolatot tarthasson. Ez a digitalizációs folyamat a járvánnyal összefüggő intézkedéseknek volt köszönhető. Ez dr. Turi Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke is megerősítette. A pandémia idején is a törvényhozó a rendkívüli jogalkotás körében engedett könnyítést gyakorlatilag egyrészt a tárgyaláson kívüli ügybefejezéseknek, másrészt a digitális lehetőségek alkalmazásának. Tehát igazából az úgynevezett VEIR veszélyhelyzeti jogalkotás alatti jogszabályok azok, amelyek megkönnyítették a helyzetet. Amíg a büntető ügyekben a legtöbb esetben kötelező volt a jelenléti tárgyalás, addig a szabálysértések tekintetében komoly változás történt. Rendkívül sok ügy érkezett, egyrészt új szabálysértési tényállások születtek a világjárvány miatt, másrészt pedig a rendőrség kampányszerűen intézkedett, ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy a 2020-as szabálysértési peres és peren kívüli ügyérkezés a megelőző év 50%-a alatt adta meg a megelőző évét, és ott például nagyon gyakori volt a digitális eszközök útján történő tárgyalás. Mint megtudtuk, emelkedett az ítélkezés színvonala is. Egyre kevesebb fellebbezést nyújtanak be, és csökken a hatályon kívül helyezések száma, ami a bírók szerint a jogi szolgáltatásokat kérők megelégedését mutatja.